Na hát, Noszvajon vagyunk. Körülbelül 10 kilométerre Egertől, és azért jöttünk ide, hogy egy ilyen boros, pincés, szőlős túrán vegyünk részt. És itt van Dóra is. És mi most átöltözünk két okból. Egyrészt, mert amikor reggel indultunk, még sütött a nap, ami mostanában fura, és Dóra egy kicsit vékonyan van öltözve. Én meg így elásztam az autóban, szóval konkrétan annyira esett az eső, hogy becsorgott a víz, és... Amikor bemegyünk egy pincébe, ott körülbelül 10-12 fok van, és az álmos könyv szerint egy vizes gatyában és vizesingben bemenni oda az nem szerencsés. Szóval átöltözünk, és megismerünk egy nagyon-nagyon izgalmas családi történetet. Barlanglakásokkal, kitartással, meg mindenféle izgalommal. És Paulett az, aki meghívott minket ide a pincészetbe, és akinek a nagyszülei kezdték el itt a borászatot, ugye a 80-as évek közepén? Így van, igen, 86-ban. 86-ban, viszont mielőtt ebbe belekezdünk, szóval én egy kicsit utána olvasgattam a történetnek, és találtam benne ilyen nagyon izgalmas részeket még a borászat előttről, hogy a nagyszüleid, amikor ilyen rózsatő termesztéssel foglalkoztak, igen, akkor... műtrágya zsákokból összeolvasztva, ilyen műanyag műtrágya zsákokat összeolvasztva csináltak fóliasát? Ezt hogyan kell elképzelni? Igen, hát ugye a legelején nem nagyon volt arra anyagi háttér, hogy ugye megvásárolják, és akkor minden megoldást megragadtak, és így kezdték el a rózsatő termesztést. Ugye ez arra szolgált, hogy egy kis anyagi hátteret összeszedjenek, és a nagy álmukat megvalósítsák, ugye ez a szőlészet, borászat. És akkor konkrétan vasalóval összevasalták, igen, ezeket a zsákokat. Ha jól értem, akkor sikerült megszerezni itt ezt a hatalmas uradalmi pincét. 91-ben a rendszerváltás után volt lehetőség az Egri Csillagok TS-től ezt megvásárolni. Lakókocsiban laktak, mert ahova most bemegyünk, az egy barlanglakás, és itt 8 évet laktak. Ha jól tudom, eredetileg 1-2 évet terveztek itt lakni, ugye abból lett 8 végül. Hát igen. Három gyermekkel. Három gyermekkel, igen. Maradtak 8 évet, mert szerettek volna a pincéhez minél közelebb lakni, viszont a... Elég közel laktak, mert gyakorlatilag itt a bejárat, igaz? Tehát halljuk, hogy csörögnek az üvegek benne. Igen, mondjuk most sem költöztek messzire, mert egy ilyen 15 lépéssel laknak most is, de ezt fontosnak tartották, hogy tudják felügyelni, és igazából éjjel-nappal dolgoztak. És hát minden megtakarítás, minden pénzt ugye a technológiába, pincébe fektettek, és így ez nagyon szépen fejlődött, úgyhogy még maradtak 8 évet, de szerintem nem bánták meg így visszanézni. Te laknál itt? Kipróbáltad volna? Én emlékszem, hogy kiskoromban rengeteget volt, amit meg karácsonyoztunk itt, meg minden. Jó, hogy te már megszülettél, amikor a nagyszüleid még itt laktak? Igen, hát 91-ben költöztek ki, és akkor 8 évet laktak itt, és én 93-ban születtem, úgyhogy már emlékszem. Tehát 4-5 évig akkor te ide jártál karácsonyozni. Igen, meg ide jártam aludni mamáikhoz, meg minden, úgyhogy igen. Én emlékszem teljesen. Nekem akkor ez... nem tudom, úgy teljesen normális dolognak tűnt, vagy úgy nem tűnt fel, hogy egy barlanglakás, de szépen meg volt csinálva nagyon, úgyhogy szerintem jó, nekem jó emlékeim vannak róla. Every day I'm unafraid to be the last. Na és te laknál barlanglakásban? Hát most azt mondom, hogy nem. Megnézzük azt, hogy hova érkezik be a szőlő, és hogy mi történik vele, mielőtt bor lesz belőle. Te már deltát forgatod? Igen, durvában nézek, igen. Ezt honnan rántottad elő? Ez nem is volt veled egész eddig? De, velem volt. Hát ezek azért titkai. Nagypapám ugye ő mezőgazdasági technikumot végzett, igazából a szőlészetet és a gazdaságnak a ügyeit intézte, és nagymamám volt az, aki rengeteg időt töltött a pincében, úgyhogy a borkészítésben, és annak folyamatát többségében ő vezette. Hát, tehát a nagyapád készítette a szőlőt, nagymamád meg a bort ezek szerint. Hát igen. Ez mennyire gyakori, hogy a hölgyek foglalkoznak a borral? Hát szerintem egyáltalán nem. Nyilván minden fontos döntést együtt hoztak meg, tehát a mai napig igazából ez szerintem nagyon jó a családban, hogy mindent közösen hozunk meg, így tud mindenki igazából tanulni és fejlődni, úgyhogy ezt ők is így csinálták, de nagyjából a napi munkamegosztás az úgy zajlott, hogy nagymamám a pincébe, papa a szőlőbe. De ő papa mostanában is egész napot kint tölt a szőlőbe, úgyhogy ebben nincs változás. Ide jön be a bor? Vagy ide jön be a szőlő pontosabban? Bejön a szőlőbeszállítókocsi, és bejutatjuk ezekbe az erjesztőtartályokba, amik itt körbe lehet látni, hűtőköpenyen ellátott erjesztőtartályok. Bejutatjuk a cefrét, és megtörténik a szőlőnek az erjesztése. A tartályok viszonylag szélesek,
és alacsonyak, és ez azért van, mert a bekerülő cefre így kisebb átmérőbe fog törkölyk alap képződni az erjedés során, és sokkal jobb lesz a maceráció, tehát ahogy tapossa... Két-három kifejezés is volt, amiből semmi, de a maceráció, ezeket mi szoktuk viccből mondani egymásnak, de hogy ez tényleg létezik, mi az a maceráció? Hát gyakorlatilag a héjonerjesztés, a vörösbor készítésben a héjonerjesztés legfontosabb része, hogy a színanyag tasakokban lévő színanyagok, illetve a héjban, illetve a magban lévő taninok kioldódjanak. Most a kioldódásnak részben a fizikai ráhatás, részben a hőmérséklet, részben az alkohol megtermelődése és a széndioxid megtermelődése, ezek fogják hozni a macerációnak az intenzitását, és az időről nem beszéltünk még, hogyha egy jó minőségű kékszőlővel dolgozunk, akkor 3-4 hétig héjon tartjuk. Tehát ez a csömöszölési idő, az erjesztés és a héjon tartás ideje, ez 21-28 nap környékén ideális. De belemegy egy ember és kimossa a tartályt. De mekkora ember? Gyerekmunkások? Vagy ki fér ide be? Akinek a feje meg a válla belefér, az belefér. Superman? Nem. Superman belemegy? Igen, a Superman pózba kell belemegy. Nagyon különös látnivaló, nincs igazából a készágyraktár. Nem viccetem. A palackozás az mindig csak töltésből és zárásból áll, és a borok benn pihennek a pincébe, és csak akkor kerülnek ki a készágyraktárba, amikor már a piaci igény arra mutatkozik, akkor felcímkézzük, kartonba rakjuk őket, és várják a kereskedelmi forgalomba kerülést. És ez az évi 4-500 ezer palack az mind megfordul ebben a raktárban? Igen, így van. Tehát a bor minőségén sokat tudok otthon rontani? Hát, hogyha jó borról van szó, akkor vélhetőleg nagyon sokat nem, de azért a borstílusok közötti különbségek teljesen másképp viselik az időmúlását. Tehát mondjuk egy könnyű reduktív fehérbor vagy egy rozébor, az nem 3-4 évre van pozícionálva, hanem csak 1-1,5 évre. Egy komolyabb fehérbor már inkább 2-3-5 év, vagy még annál több is. A vörös borok pedig általában a leghosszabb élettartalmú borok, azok pedig nagyon sok évre. Az, hogy a lakás mennyit ront rajta, az főleg... 20-30 fokig... Igen, az nem az ideális, az nem az ideális tárolási helye. Jó, de hazavágja, vagy azt egy borszakértő érzi a különbséget, és egy átlagos fogyasztónak mondjuk normál időszakon belül nem tesz kárt a borban természetesen, hát a borok nagyon jól bírják az éreztet, itt nem arra kell gondolni, hogy elteszek egy vörös bort otthon, és egy év múlva elfogyasztom, akkor az nem lesz jó, de mondjuk a szekrény tetején tárolt 10 évig ott tartott bor, nyilvánvalóan főleg, hogy ott még melegebb van, mint a lakás többi pontján, az nem tesz jót a bornak. És azt viszont nem csak egy borszakértő érzi meg, hanem egy átlag fogyasztó is. Hűtelenbe tesszük a mélyhűtőben, mert melegnek tartjuk. Tudod, azért nekünk vannak... Meg amikor meg akarod mikrózni, mert túl hideg. Jaj, tegnap egy vöröset meg akartál mikrózni. Ezeket a kis praktikákat, amikkel az átlagember szórakozik, amikor itt ilyen nagy gonddal előállítják ezt a bort, de meg mikróznád, mert egy kicsit meleg volt a vörös. Az nem jó a mikroállítólag, nem szerencsés? Biztosan nem. Ennyi a villag. És ez meg itt a nemes penész a falon, ugye? Igen. A Balassi családnak volt ez a pincerendszere. A 20. század elején készült, mi körülbelül 91-ben vásároltuk meg. És itt melyik borra vagytok a legbüszkébbek? Tudom, hogy ez így nehéz, mint hogy melyik gyerekét szereti az ember a legjobban, de... Hát igazából nyilván a Willy Papa küvére az a presztízs bor, úgyhogy 96-ban volt belőle az első évjárat, úgyhogy már régóta, ugye 25 éve van a palettán, úgyhogy talán arra vagyunk a legbüszkébbek, és remélem arra is leszünk. Hogyha már a Willy Papáról beszélünk, hogy egy 3 bornak a házasításából készült küvéről beszélünk, ami Cabernet Franc-ból, Merlot-ból és Sauvignon-ból áll, és ezek a borok jellemzően külön hordóban érlelődnek, és amikor ezek már megfelelő érleltségi állapotban vannak, kerülnek össze, és utána még visszakerülnek fahordóba, jellemzően 20-24-28 hónapot eltöltenek ezek a borok a fahordóba, amiből az első 9-12 hónapot általában külön töltik. Apának volt a nagy álma, hogy egy olyan bort készítsen, ami nagyon sok ideig eltartható, több évvel tud belőle készíteni, és egy elegáns presztízs bor lesz a pincének, és így született meg a Willy Papa. A névválasztás meg onnan, hogy kiskoromban Willy Papának hívtam meg Kati mamának a nagyszüleimet, és nem tudom, hogy hogyan jött ez az ötlet, de ezért lett Willy Papa. Akkor te nevezted el igen, a bort igen, igazából igen. És egy 2006-os Willy Papa az milyen áron kapható most meg? Az ilyen pince áron 8700 forint itt nálunk a pincénél. When I sound the drums of war, unable to admit it.
Mik ezek itt felül, amik lógnak lefelé? Ez is a Cladosporium cellária, a pince falán lévő nemes penész. Most bántottam? Ez rossz neki? Nem, nem hiszem. Nem panaszolott még soha. Nálunk a palackos érlelés ez nem csak egy jó szlogen, hanem látszik az, hogy az éves termelésünknek van olyan évnek olyan szaka, amikor gyakorlatilag majdnem egy teljes évnyi termelés nekünk itt a pincében palackos formában van, de 3-400 ezer palack közé tehető az a mennyiség, ami a pincében palackozott formában van. Beleírtam a pezsgőt is. És itt nagyon-nagyon jó bor illat van, ami nyilván nem annyira meglepő, hogyha rántott hús illat lenne idelent. Az lenne az igazán meglepő, persze azzal se lenne bajunk, de nagyon jó ez a bor illat. Meg ezek állítólag új hordók, azt is érzem. Ebből látszik, mennyire borszakértő vagyok, hogy a fának és a bornak az illatát összekeverem. Persze a fa illata benne van a bor illatában. Én 2004-ben jöttem, és akkor már beszélgettünk róla, hogy milyen jó lenne egy pezsgőt készíteni, és olyan szinten komolyan gondoltuk ezt a dolgot Tumörer úrral, hogy ő engem 2007-ben elküldött egy szakmai útra Champagne-ba, és 2013 őszén leszüreteltük az első pezsgő alapbort, amit 2014 júniusában nyers töltöttünk, tehát pezsgősítettünk, és ezt követően két év seprőntartás után történt meg az első degorzsálás. Izgalmas zegzugos labirintus ez itt, szóval azt nem mondom, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudom, hogy merre járunk, és hogy kitalálnék. Én pedig általában ezeket a dolgokat át szoktam látni, de most fogalmam sincsen, hogy mi van és merre. Megpróbálom kitalálni abból, ahova kijutunk. Itt lesz a jobbra, ahol bejöttünk? Igen. Tényleg? Kitaláltam. Nem erre gondoltam, de ráhibáztam legalábbis. Jaj, de szép lett az idő. Hogy kisütött a napocska? De tudjátok, csak ilyen füllet lett, tehát hogy India lett belőle, mert még mindig esik, csak már meleg is van. Vagy csak azért van meleg, mert 12 fokról jöttünk, igaz? You were there to fill my home, to gain a sense of fairness. Tervezi a címkéket? Igen, igen. Úgyhogy nyomd a kézre, ő készít el mindent. Úgyhogy igazából a rollapokat, az összes dizájnt a pincének, mindent ő csinál. Hát akkor a nagy részét tényleg megoldjátok családon belül, igaz? Tehát, hogy ott van a nagypapád, aki kint van 77 évesen a szőlőben. Így van. Nagyomád, aki a borokat készítette annak idején, most meg a címkékkel foglalkozik. Igen. Van a három gyermek, akik hogyan oszlik meg köztük a munka? Hát Éva a gasztronómiával foglalkozik, Ildikó a lovaglással, Tamás pedig a szőlővel. És melyik az édesanyád? Ildikó, és te meg akkor foglalkozol a kereskedelemmel, ugye? Igen, kereskedelemmel, exporttal, és hát igazából a gazdasági részével foglalkozom. De az unokák közül van más is, aki részt vesz a munkában? Jelenleg nincsen, úgyhogy én vagyok a te viszed tovább. Harmadik generáció, igen, egyetlen tagja, aki most itt dolgozik jelenleg. Család reménysége. Igen. Magyarorszi Csaba. Tumörer Éva vagyok. Nagyon örülök. Sziasztok, Tumörer Éva vagyok. Magyarorszi Csaba. Csak azért siessünk be, és utána beszélgethetünk bármiről, mert időzítve van a zsebében. Ja, hát jó. Nekem nem kell kétszer mondani, ha készen van, akkor... És csak ezért izgultam, hogy az... De jó illatok vannak. Pacsácsütök én, most kétféle módon. Az egyik az almával van töltve, a másik az hagymával, fokhagymával. Azt a mindenit, és mindig kemencében egy-egy kacsa? Egy-egy óriás kacsa? Nagy luxus lenne. És bele is van töltve a köret, az alma például? És ő rólad van elnevezve? Igen. Vagy te vagy róla? Hát igazából ő van rólam, mert 2000-ben volt az első évjárat belőle, és utána szerettem volna mindenféleképpen, hogyha lenne még egy palettküvé. Az 2018-as évjárat, itt már a szüretkor is ott voltam, a pincei feldolgozásnál is, úgyhogy próbáltunk egy olyan bort elkészíteni, ami az én ízlésvilágomnak is megfelel, tehát faholdós érlelés kapott, 10 hónapot volt ászokoltokban. Szóval akkor ebben tényleg benne vagy, azt nem csak elnevezték rólad, hanem igen, hogy ebben meghatároztad. Már így van, igen. Milyen érzés kitölteni a saját borod? Jó. De meg? Igen. 12-1 tucat, már ezerszer csináltad? Nem, igazából ez most egy-két hete van felcímkézve, úgyhogy nagyon, nagyon új a dolog, úgyhogy még nekem is.
Egy jó érzéssel tölt el, kitölt. Sometimes I miss my voice in the depth of hunger. There's a way to calm the noise, scare the mystery monger. Nagyon szépen köszönjük, remek volt! Ez valami őrületesen jó volt, szóval, hogy általában szokták mondani azt, hogy kemencében sűr, és akkor mennyire finom, de kemencében is el lehet cseszni a dolgokat. Itt viszont őrületesen jó volt minden. A kacsa szaftos volt és omlós. Mi volt az, amit a desszertre ettünk? Mi annak a neve? Bukta! Hú, de jó volt a kemencés bukta, meg a sajtok is jók voltak, és természetesen a borok is szenzációsak vele, és nézzétek, a nap is kisütött, ami azért jó, mert most a szőlőbe megyünk, és hát van ugyan ilyen 450%-os páratartalom, ami egy kicsit bántja az ember, de sokkal kevésbé bántja, mint hogyha szakadna az eső. Úgyhogy megmenekült a nap, ki tudunk menni a szőlőbe. Lehet itt is utazni? Hát így a faluban nem biztos. Nem, jó, hát akkor nem ülök ki a platóra. Egy pick-up, innen már egy pick-uppal megyünk tovább, és ennél is jobban készültünk, mert van túracipőnk. Kicsit csalas lesz. I hear the songs above my head. They are nearly faded. Every day I'm unafraid to be the last who made it. Oh, 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 oh. Na, és meg is jöttünk. És ha csöndben maradunk, akkor hallhatunk egy kis zúgást. És én először azt hittem, hogy valaki drónozik a környéken, de kiderült, hogy nem, hanem hogy... Mik ezek pontosan? Méhecskék? Igen. De hogy ennyien vannak? Vagy mi? Igen. Igen, ennyivel nem lehet elintézni, hogy igen, igen, több sztorit kérek. Most kezd virágozni itt a szőlő, úgyhogy ezt nagyon szeretik, ilyenkor folyamatosan járnak itt. Ezek vadméhek, tehát nem valakinek a kitett méhei, hanem ezek így a szőlőültetvényben laknak. Jó, ezt a vészjósló duruzsolást sikerült azzal fokozni, hogy vadméhek. Nem csak, hogy egyszerűen méhek, hanem hogy vadak is. Meg, hogy hol laknak ezek a vadméhek. Ez a csókásdűlő. Itt többnyire fehér szőlőnk van. Ez mikori telepítés? Ez 15 éves. Aha. Mert hogy olvastam valami ilyesmit, hogy 3-4 év kell neki, hogy egyáltalán... Mire az első szüret lesz, az körülbelül 3-4 éves korában. De hogy szőlő előtte is van, csak nem alkalmas bornak, nem, vagy nem, nincs is szőlő? Még a fehér szőlőket úgy általánosságban augusztus második felétől szeptember közepéig szedjük. Olyankor még sokkal melegebb van. És a fehér szőlőnek nagyon fontos az, hogy minél hamarabb beérjen a pincébe, a feldolgozóba, hogy ne tudjon felmelegedni. Ilyenkor a szüretet is úgy szoktuk szervezni, hogy a hajnali órákra időzítjük. 3-4 órakor elindul ki a kombány, illetve a beszállítókocsik, leszedünk egy présre való szőlőt, és olyan 9:30 felé már jönnek is befelé. Míg a vörös szőlőknél inkább a szeptember második felétől szüreteljük, olyankor már jellemzően sokkal alacsonyabb a hőmérséklet, illetve nem is olyan nagy kritérium a alacsony hőmérséklet, hiszen az erjedésnél is egy sokkal magasabb hőmérsékletre engedjük fel a vörös szőlőket, hogy a tanninok, illetve a színanyagok ki tudjanak oldódni a bogyókból, illetve a magokból. És mi dönti el, hogy egy-egy területen milyen szőlő lesz? Hát hogy éppen mire van igény, vagy a terület is meghatározza valamelyest? Nagyon nagy mértékben meghatározza, tehát ez nagyon precíz tervezést igényel. Hát egyrészt ugye az első és legfontosabb, hogy milyen a fekvése. Egy délnyugati fekvésűben inkább a vörösboroknak kedvez, a magasabb cukortartalomnak, még egy délkeleti fekvés az jobb a fehér szőlőknek, mert ott a savak nem tudnak úgy elfogyni az érés végére, tehát több sav marad. És azt jól tudom, hogy ezek azért nem örök életűek, ugye? Tehát, hogy egy 3-4 év mire egyáltalán születeni lehet, és egy 30-40 éve később meg aztán azért úgy vége a szőlőnek, ugye? When I sound the drums of war, unable to admit it,
innocence and fairness. És akkora mázlink van. Szóval akkora mázlink van, hogy innen lehet látni Magyarország legmagasabb pontját is. Azt hittem, hogy ezt majd csak holnap fogom tudni nektek megmutatni némi szerencsével Egerből, de nem. Ott van a kékes mögöttünk. 1014 méter! És óriási mázlink van az időben, nem egyszerűen nem esik, hanem fantasztikus az időjárás, és gyönyörű az ég ezekkel a felhőkkel, és ott a kékes! És ez már vörös? Igen. Mert hogy messzebb vagyunk a támaszponttól. Így van, és ez az Egernek a délnyugati oldala, tehát ez kifejezetten megint csak vörös. Alkalmas a vörös szőlőknek, igen. Egyébként ezen a területen úgy vannak összeválogatva a fajták, ami a Grand Superior bika vérünkhöz arányaiban szükségesek. Legnagyobb arányban kékfrankos, utána Cabernet Franc, Merlot, Szirá és Kadarka. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy ha itt mindent leszületelnénk és az egész belkerülne egy hatalmas hordóba, akkor az pont kiadná azt az arányt, ami szükséges. Pontosan így is, így is csináljuk. Igen? Így is csináljuk, igen. Igen. De mekkora hordó kell egy ekkora? Jó, nem egy hordóba jó, tesszük bele. Igen. És szeretitek a bikavért, vagy már a könyökötökön jön ki itt Egerben? Nem, mi szeretjük. Tényleg? Igen. Én is, igen. Jó, akkor nem lehet megunni. Nem. Mik okozzák a legnagyobb kárt? A disznó? Vagy disznó? Igen. Mert az fel is húzza a kerítést, és akkor utána ő... Kis karjaival? Nem. Igen. Hát addig olyan jó kis áramvonalas kis feje van, hogy olyan szépen tudja tuszkolni addig, amíg fel nem jön a kerítés eléggé, hogy utána aztán kondástól járnak be, és akkor amikor érik a szőlő, akkor rááll egy sorra, és kismalacoknak is dobálja le a fürtöket, és akkor... De aranyos, ez nagyon, egy ilyen kis... édes nagyon, igen. Biológiai kombány. Ha nem lenne kerítés, és nem javítgatnánk folyton a kerítést, akkor egy 30-40%-os kárt biztos, hogy csinálnak. Csak a vaddisznó. Az emberek nem is sejtik, amikor levesznek egy boros üveget a boltban, mi? Hogy ti itt küzdetek a disznóval, meg a szarvasokkal. Ide pedig azért jöttünk, Noszvaj felsőre, már nem biztos, hogy ez a neve, de itt vagyunk Noszvaj fölött, hogy megnézzük a barlanglakásokat. Mert hogy itt nem csak egy barlanglakás volt ám a pince mellett, hanem egy csomó. És, na mindegy, inkább majd a helyszínen elmondom. De nagyon izgalmas. Szóval az első barlanglakások már a 13. században megjelentek, és mindenféle népek laktak benne, szegények, tehetősebb parasztok, bár jellemzően akárki is élt ezekben a barlanglakásokban, azoknak a tevékenysége az valamelyest összefüggött a borászattal és a szőlőtermeléssel, és a barlanglakás az a kitermelt tufa helyén alakult ki, annak gyakorlatilag a negatívjában, és itt egészen az 1960-as évekig éltek ezekben az épületekben, aztán utána elköltöztek innen az emberek, hiszen nem volt igazából korszerű ez a lakhatási forma, de aztán egy művész tele felkarolta ezt nem is olyan nagyon-nagyon régen, és ők aztán megóvják ezt valamelyest az enyészettől, hogy ez megmaradjon az utókornak, és most belépünk egy ilyen barlanglakásba, és ez baromi menő, hogy Magyarországon is vannak ilyenek. Na látjátok? Kitermelték a tufát, és megmaradt a helyén ez a tágas lakás. Hát ez nekem nagyon tetszik. Ki gondolta volna, hogy Magyarországon is van ilyen? Biztos, hogy csomóan tudtátok, hogy van ilyen, de én ezt egyáltalán nem tudtam. Hát ez egy barlanglakás város. Nem? Tehát itt nem csak egy barlanglakás van, hanem egy csomó. És te a szüleid még laktál barlanglakásban, igaz? Tehát, hogy neked hány éved volt ott? A 8 volt. Te ott voltál az elejétől kezdve, vagy te közben? Hát 8 év volt a barlanglakásban. 8 év volt. És barlanglakás specialista két és szakértőként mit szólsz ezekhez az ingatlanokhoz? Hát jól néznek. Rendben vannak? Nyáron hűvös, télen meleg. Ez itt a barlangbáró, nem? Neki volt a legnagyobb belmagassága. Ilyen igazi nagypolgári barlanglakást hozott itt össze. De olyan, mintha az őskorba kerültünk volna vissza, nem? Tehát nem olyan, mintha egy 100 évvel ezelőtt is lakott helyszínen járnánk, sőt 60 évvel ezelőtt lakott helyszínen, hanem mintha a kőkorszakba kerültünk volna vissza. Amerre megyünk, nézd, csak itt van egy alsó szint.
Ez körülbelül olyasmi, mint a Dr. Dolittle filmben, mármint hogy a nagyon-nagyon régi Dr. Dolittle filmben a csigának a háza belülről. Mert legalábbis amikor kicsi voltam, akkor ilyesmi képzeteket hagyott bennem. Merek jön, itt zuhany is van, ez lehet, hogy ez egy magára. Ki volt írva, hogy fürdő? Na jó, de ez valahol, aki itt lakik? Nem tudom. Tudod, hogy kezd az egész műsor ilyen tipikus influenceres műsorra válni, hogy hát egy dolgot láttuk, és nem tudjuk, hogy mik azok, és rácsodálkozunk mindenre. Hát most erre, akkor mondjál valamit. Nem tudok mit mondani, úgy volt, hogy lesz itt valaki, helynek a tulajdonosa, és gondoltuk, majd kifaggatjuk, és ő elmondja az okosságot. Én ezeket a háttereket tudtam csak, hogy meddig laktak itt, meg hogy miből van, hogy hogyan van, de ezek a titokzatos jelek, ezek nem mondanak semmit. Egy bajom van nekem, hogy egy degusztációs menüt fogunk enni, az nem baj, az jó, de te mennyire éheztél meg a kemencés ebéd után? Igazából én úgy jól vagyok. Tehát, hogyha soha többet nem kéne enni, akkor se ne gond, pedig én aztán tudok enni. És egy pillanatig azt gondoltam, hogy mind a ketten, hogy éhes vagyok, de nem, valójában egyáltalán nem. Pedig azért megjárattak minket, szóval nem lehet azt mondani, hogy ücsörögtünk volna egy helyben, hanem nem. Az egész környéket bejártuk. Barlang lakásokban is voltunk, csomó dűlön. Nem baj, mire odaérünk, úgyis legyalogoljuk az ebédet. Hát 20-30, igen, körülbelül. És azt kell tudni, hogy az a durva, hogy egy csomó helyen voltunk ma, de ez mind a pincészethez tartozik. Szóval övék a kemencés helyszín, nyilván övék az összes dűlő, övék a pince, és övék a magtárfogadó is. Meg a szállás, ahol megszállunk. A markukban vagyunk, hallod? Ki vagyunk teljesen szolgáltatva. Sometimes I miss my voice in the depth of hunger. There's a way to calm the noise. Scare the mystery monger. Nagyon-nagyon jókat ettünk, már. Nagyon jók voltak a borok is, és tudod, mi tetszett a legjobb? Hogy ugye ez egy ilyen családi vállalkozás, szóval a Tummerer borászat az három generációt ölel fel, és itt nagyszülők, meg szülők, meg unokák dolgoznak közösen, meg menyek, meg vejek, és hogy tök jó volt őket hallgatni vacsora közben, ahogy elkezdenek elmélkedni arról, hogy a bor az mit kíván, hogy ők miért szeretik ezt csinálni, és látszik, hogy tényleg minden gondolatukat kitölti az, hogy hogyan lesz a következő évjárat megint csak díjnyertes, vagy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy az adás azt itt zárjuk, mi most lepihenünk a fogadóban, vagy nem tudom, hogy milyennek a pontos definíciója, egy ilyen nagyon-nagyon kedves kis házban, és holnap innen folytatjuk, amikor is bemegyünk Egerbe, és megpróbálunk elmerülni ennek a fantasztikus városnak a kulturális és egyéb nevezetességeiben. És eszünk megint. És lovagolni iszunk. Ja, és fogunk lovagolni! Ja, és azt elfelejtettem mondani, valamit elfelejtettem már mondani. Szóval, hogyha tetszett nektek az, ami ma történt velünk, akkor menet közben kiderült, hogy egyébként erre be is lehet nevezni, szóval ez nem egy olyan program, ami csak nekünk jár, hanem a videó alatti linken meg lehet. Mindenkinek. Hát gyakorlatilag, akit ez érdekel, az eljöhet pincetúrára, kimehet a dűlőre, és ehet ilyen szuper kajákat. Kemencést is. Csak ahhoz sok embernek össze kell verődni, azt hiszem. Szóval egy ilyen csapat kell. Na mindegy, odalent minden kiderül. Még mindig megyem a kamera. Még mindig nem tudtam kikapcsolni.